A Csepel elleni mérkőzés után úgy tűnt, hogy egyáltalán nem vagy elégedett, sőt, te a legbosszúsabbnak. Mi volt ennek az oka? Igen, nagyon sajnáltam a Csepel elleni mérkőzés, hogy nem sikerült győznünk, de megyünk tovább felhajtott fejjel, következő a BKV. A végén volt egy helyzeted neked is, pedig nem sokat tudtunk dolgozni azon a mérkőzésen. Igen, kielemeztük a csapat ellen, azért nem tudtunk sok helyzetet kidolgozni, mert nagyon szűken védekeztek középen. Nekem igen, a helyzetem, hát sajnos nem tudtam jobban elrúgni, így sikerült te, mint csatár, hogy láttad, miért akadtatok fenn a csepeli védőfalon? Elég komoly védelemmel találtuk szembe magunkat, és sajnos nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket. Úgyhogy ez okozta az, hogy döntetlen lett a mérkőzés. Viszont így is léptetek egy helyet a tabellán, tehát visszaelőztétek a harmadik előtt együttesét, úgyhogy soha rosszabb döntetlen, nem? Így van, így van. Örülünk neki, hogy sikerült megtartani a harmadik helyünket, és továbbra is ezen dolgozunk, hogy a szezon végéig ezt meg is tartsuk. A legutóbbi két fordulóban nem lőttünk gól, de nem kell kétségbe esni, viszont a BKV előre pályán nem adják ingyen a gólokat és a győzelmeket. Mit válsz attól a mérkőzéstől? Igen, nagyon nehéz mérkőzésre számítok, a BKV jó csapat, de győzni szeretnénk. A BKV előre ellen is uh, sikerült már nyernünk egy mérkőzést. Az nagyon nehéz találkozó volt, ha jól emlékszem. Te hogyan emlékszel vissza arra a mérkőzésre? Így van, az utolsó percekben szereztük meg a, a döntő gólt, és nagyon örültünk annak a győzlemnek, nagyon fontos meccs volt. Úgy gondolom, hogy uh, ezt a meccset is ugyanígy be kell húzni, hanem az utolsó percbe, de az elején is megtiviszerez a vezetést, akkor úgy-úgy meg lesz a meccs.